Hévíz volt a házigazdája a Festetics Városok találkozójának, melyet 17. alkalommal rendeztek meg. A program egy kiállítás megnyitójával indult, ahol olyan alkotásokat tekinthettek meg a látogatók, melyeket csurgói, hévízi és keszthelyi diákok készítettek egy meghatározott témájú rajzpályázatra. Az én városom, azt hiszem elég kézenfekvő volt a cím, hogy minden településről a gyerekeket, itt az óvodástól kezdve egészen a gimnazistákig lett meghirdetve a pályázat, a saját városukról rajzoljanak, korosztályonként elkülönítettük nyilvánvalóan a pályázatot, tehát külön van óvodás, külön kisiskolás, külön felső tagozatos, és nagyon szép számmal jöttek rajzok, festmények. Azt lehet mondani, hogy különösen a felső tagozatosok olyan rajzok érkeztek, hogy be kellett ezni és kiállítani kell hosszabb távon, vagy valóban föltenni, mert nagyon színvonalas rajzok érkeztek. A program részeként a Festetics téren koszorúzást tartottak, és itt elevenítették fel, mi mindent köszönhet a három város a nemesi család tagjainak. Megteremtették azt az alapot, amire adott esetben Hévíz város építkezhet, és a többi más település is, akár Csurgóról és Keszthelyről is beszélhetünk, amit magában Festetics György, illetve ez a család megalapozott. Akár beszélünk a Hévízi gyógytóról, az egyetemről, a csurgói gimnáziumról, számos olyan kezdeményezésük volt, meccénásként léptek fel ezen a területen, aminek ma gyakorlatilag a továbbvitelével kell nekünk is, azt gondolom, minden napjainkban élni. És hát az sem utolsó sorban, hogy dr. Kis Lajos Hévízváros első szabadon választott polgármester, akitől ez az ötlet származott, hogy ezek a Festetics városok gyakorlatilag találkozzanak és ápolják ezt a hagyományt, amire tudunk építkezni ezt az alapot. Azt gondolom, hogy ez is egy fontos kezdeményezés volt Hévízváros életében, úgyhogy már csak ezért is azt gondolom, az ő emlékének és az ő kezdeményezése miatt is fontos, hogy évről évre mindig váltott helyszínen, váltott településen megtartsuk ezeket a találkozókat. Minden évben fontos az, hogy legalább egyszer találkozzunk, vagy hogyha úgy adódik, akár más dolgok és más kapcsolatok körében is, hiszen több példa van arra, hogy akár, hogyha Csurgóra olyan testvérvárosi delegáció érkezik, és egy programot kell nekik szervezni, nem mindig tudjuk ott a csurgó és a csurgói környéket bemutatni, vagy pedig már jól ismerik, és többször előfordult már, hogy akár Hévízre, akár Keszthelyre hoztuk el őket, és mutattuk be, hogy gyakorlatilag vannak közös pontok, és én azt gondolom, hogy ez az, ami a jövőbe mutat, hogy György grófnak a szellemisége itt él a mai nap is közöttünk, és fontos azt, hogy ápoljuk. Nekünk utódoknak kötelességünk ápolni ezt az örökséget. Az örökség legfontosabb részeit, ha kiemelném, akkor ugye a barokk kastély jut először az ember eszébe, amelyik Magyarország legnagyobb kastélya, de ugyanígy szót érdemel a Georgikon alapítása, Európa első mezőgazdasági akadémiája, ugyanúgy a gimnáziumunk megalapítása, de a Keszthelyi Kórház is az ő nevükhöz tartozott, nem csak alapítók, hanem fenntartók is voltak. Mecénásai voltak a kultúrának, hiszen a helikoni ünnepségek sorozatot is ők indították el, és megemlítést érdemel azt hiszem még a fenékpusztai ménes, világhírű ménes felállítása, de hajó gyártóüzemet is létrehoztak, ahol a Balaton legnagyobb gályát, a Főnix gályát építették meg. Ők nem csak tárgyi emlékeket hagytak maguk után, hanem egy olyan szellemiséget is maguk után hagytak, amely méltó ahhoz, hogy erre a jelent és aztán a jövőt is építeni tudjuk. Ezek a felvételek pedig már Hévíz-Egregyi város részében készültek, ahol kulturális gála műsorral várták az érdeklődőket. Megjöttek a